A szovjet és angol berendezésekkel felszerelt gyáróriás üzembe lépése a magyar vegyipar fejlődésének fontos állomása. Borsod-Abaúj-Zemplén megy a déli része, alföldi jellegű táj, hiszen lenyúlik egészen a Tiszáig. Ám az északnyugatra kéklő bükk vonulatai emlékeztetnek arra, hogy az Alföld északi peremvidékén járunk. A vidék jelentős történelmi múltra tekint vissza. A határközségek régi árpádkori települések, nyugaton nem messze van a nevezetes Muhibuszta a tatárjárás emlékeivel, és Ónód a Rákóczi szabadságharc idején tartott híres országgyűlés színhelye. Itt találkozik a múlt és a jelen. Korábban szerény megélhetést nyújtó mezőgazdasági vidék és az ide álmodott vegyipari központ, ahogyan 1970-ben hívták Leninváros, rendszerváltozás utáni nevén a mai Tiszaújváros. A település ketté osztja a Debrecen felé vezető 35-ös főút. Délen a vegyipari komplexum, északon a lakóövezet helyezkedik el. A 70-es években a Tiszai Vegyi Kombinát az ország egyik legdinamikusabban fejlődő vállalata volt, több mint 6000 dolgozó és családjaik megélhetését biztosította. Petrolkémiai jellege ebben a korszakban alakult ki. A vegyipari termelési ágazat alapvetően meghatározta a vállalat profilját, és jelentősen emelte a tájegység jövedelemtermelő képességét, munkakultúráját. Alapja a Szovjetunióval 1970-ben megkötött olefinkémiai egyezmény volt, amely lehetővé tette a korabeli nevén népgazdaság teherbíró képességéhez jól igazodó modern petrolkémiai technológia magyarországi megvalósítását. Ez egy 4 évtizedes program volt, amelyet az akkori kormány egy úgynevezett petrolkémiai fejlesztési programban fogalmazott meg. Megérett a helyzet arra, hogy megcsináljuk, kiépítsük a saját gyártásunkat, a saját műanyaggyártásunkat, mert olyan import tételeket volt kénytelen elviselni a gazdaság, amelyekre nem voltunk képesek. A petrolkémiai program első zászlós hajója a Tiszai Vegyi Kombinát volt. Az olefin mű beruházásának időszakában elkészült a város modern szállodája a műszaki irányítók és a külföldi szakemberek elhelyezésére. Jelentős állami hozzájárulással újabb és újabb lakások épülnek. március 3-án ünnepélyesen felavatták az új üzemet. Az építők tiszteletére tartott munkásgyűlésen dr. Szekér Gyula nehézipari miniszter adta át a szocialista gazdasági integráció útját és a magyar vegyipar fejlesztésének távlatait megnyitó olefin művet. A Tiszai Vegyi Kombinát kollektívája nevében Huszár Andor, a kombinát igazgatója vette át a létesítményt. A KGST komplex programjának irányelvei szerint létrehozott magyar-szovjet együttműködés nyomán
szakaszosan valósulhat meg hazánk korszerű petrolkémiai ipara, amely ma már nélkülözhetetlen alapja a népgazdaság kemizálásának és az életszínvonal növelésének. Nagy odafigyeléssel emlékezek vissza Huszár Andorra. A tiszai egyik kombinát első vezérigazgatójára, aki több mint két évtizeden keresztül a gyár alkotó vezérigazgatója volt, kiemelkedő szerepet játszott a tiszai vegyi kombinát létrehozásában, és kiemelkedő szerepet játszott a magyar ipar létrehozásában, a korszerű magyar ipar létrehozásában. Visszatérve a petrolkémiai fejlesztések kezdetéhez. A polietilén gyár beruházási programja 1962-ben készült el, akkor még kis nyomású polietilén gyárra vonatkozott. Ezt az elképzelést a későbbiek során gazdaságossági okok miatt megváltoztatták, és 1965-ben az első nagy nyomású polietilén gyár létesítési tervét hagyták jóvá. Annak idején az egész fejlesztése, ugye a fejlesztés koordinációja az Országos Tervhivatal foglalkozott, ahol akkor az én későbbi főnököm Huszár Bandi, az volt a vegyipari osztálynak a vezetője, és amikor kezünkbe került a fejlesztés, ami ugye a 65 utáni időszaktól kezdődően, hogy lehet megalapozni a műanyag gyártást, akkor kitalálták, hogy ne 12 ezer tonnás kisnyomású polietilént gyártsunk, hanem 24 ezer tonnás nagynyomású eljárással készült polietilén. A hazai műanyagipar kiépítése nemzetközi együttműködésben jött létre, és mondhatom, hogy nemzetközi együttműködés nélkül nem is építhettünk volna ki korszerű, a nemzetközi elvárásoknak megfelelő üzemet. A polietilén gyár 1970. augusztus 13-án kezdte meg a működését, akkor még importetilén felhasználásával. A három gyártósort évi 24 ezer tonna kapacitásra tervezték. Az olefin gyár 1975-ös megvalósításával nem volt már gond az alapanyag ellátással, így a gyár mérnökeinek gondos, magas színvonalú munkája révén a polietilén gyártást intenzifikálták. Ez azt jelenti, hogy az üzem kapacitását közel a duplájára, évi 45-50 ezer tonnára emelhették. Sikerült is, hát 7 mérnök dolgoztak ki, hát ebben én is benne voltam, a vezérigazgatónk, hát akkor még ugye igazgatói cím volt, és hát azok a munkatársaink, akik hát a polietilén gyártásban járatosak voltak. Maga a gyár egy nagy nyomású ICI technológiájú üzem, akkor igen modernnek számított, háromsoros üzem volt, de az évek során tovább fejlesztettük a gyárat, nagyobb kapacitást lehetett elérni a névleges kapacitáshoz képest. A TVK-hoz hozzátartozik, hogy mindig is ügyelt, és nagyon fontos volt számára, hogy szinten tartsa a technológiáit, tehát ennél a gyárnál is egészen az utóbbi évekig mindent megtett azért, hogy a lehető legmagasabb szinten lehessen üzemeltetni az üzemet. Az LDPE egy gyár működése a következő munkafázisokra bontható. Az olefin gyárból kisnyomású vezetéken érkezik be az etiléngáz. A kompresszorokból magas nyomással juttatják a reaktorokba. Az így már nagynyomású etilént a reaktorokban mintegy 1500 báros nyomással iniciátorok jelenlétében polimerizálják. A keletkező polietilént extrúdereken megömlesztik, és granulátumként silóba juttatják. A polimerizációs üzemhez termékkikészítő részleg is tartozik, amelyben a natur polietilén granulátumot adalékokkal, színezékekkel és mesterkeverékekkel különböző receptúrák alapján állítják elő. Adalékolva végül zsákokba szerelik ki, és palettákra rakva, zsugorfóliázva kerül kereskedelmi forgalomba. A polietilén gyár a szabványoknak megfelelő minőségű, mintegy 40 féle polietilén típust állít elő Tipolen márkanév alatt.
Kispegy jelen pillanatban két fő típust gyárt. Az egyik, az az FA 2210, ez teszi ki gyakorlatilag a termelésnek a körülbelül a 90%-át. Az LD1-es termékpalettából ez volt a legsikeresebb termékünk. Úgy hívják, hogy FA 2210, amelyet a magyar piacnak a kedvenc fólia anyagának nevezhetünk. Az összes nagyvevőnk ezt használja, és hát tulajdonképpen agrofólia csomagolás technikába ezt használják. A gyár több mint 1.300.000 tonna terméket állított elő működésének 37 éve alatt. Ha ebből a polietilénből 200 mikron vastag agrofóliát gyártottak volna, akkor azzal az Európai Unió területének 75%-át lehetne egyenletesen beborítani. 47 évvel ezelőtt az országban, Magyarországon mindössze 1 kiló műanyagot használtunk fel a lakosság egy főjére számítva. Ezzel a programmal és ezzel a fejlesztéssel jelenleg most ott tartunk ezekben az években, mondjuk 2006-ban, hogy kereken 70 kg-ot, tehát a 70-szeresét, 70 kg műanyagot használunk fel. Az LDPE egy gyár fokozottan tűz- és robbanás veszélyes, hasonlóan a TVK más üzemeihez. A munkafolyamat biztonságos irányítása magas munkafegyelmet követelt a gyár kezelőitől. A vészleállítás lehetősége állandóan ott lebegett a dolgozók szeme előtt. Egy robbanás beláthatatlan következményekkel járhatott volna. Soha nem vontuk azt kétségbe, hogyha valamit leállítottak a fiúk, hogy azt indokoltan, jól meggondoltan és körültekintően végezték. És ez egy nagy szó volt. A gyár története tehát 37 évre nyúlik vissza. Az idők és főleg a technológiák azonban változnak. 10-15 évenként olyan korszerűbb technológiák jelennek meg, amik felváltják a korábbi technológiákat. Tehát ilyen tekintetben ez a több mint 30 év, hiszen 1970-ben kezdte meg az üzemszerű működést ez a polietiléngyár, rekordnak számít. A rendszerváltozást követő időszak gazdasági, regionális és globális kihívásaira a TVK is meghozta a túléléséhez és fejlődéséhez szükséges, a döntéshozatal időpontjában talán nem mindenki által elfogadott és megértett, de utóbb már joggal igazolható pozitív döntéseit. 1999-ben megkezdődött a profiltisztításra vonatkozó stratégia végrehajtása, amely lehetővé tette az alaptevékenységre az olefin és poliolefin gyártásra történő koncentrálást, és ezzel az erőforrások átcsoportosítását a nagyobb hozzáadott értéket termelő alaptevékenységre. A 2000-es évek első évtizedének közepére immár a MOL csoport tagjaként csupán, és itt igenis nagyon jogosan hangsúlyozott idézőjel, a TVK, mint termelőegység, az olefin és polimergyárak szoros szövetségét jelenti. 1200 dolgozó nagyon felelősségteljes, pontos munkáját. Olvasó Árpád 2003 óta vezeti a Tiszai Vegyi Kombinátot. Természetesen az embernek ez nagyon jól esik, hogyha azt látja, hogy 2003 óta milyen hihetetlen mértékű fejlődés ment végbe. A TVK és benne a Kispegy szimbólum a magyarországi petrolkémia műanyag alapanyag és késztermékgyártás születésének és felvirágzásának elvitathatatlan jelképe. Azt elmondhatom, hogy a Tiszai Vegyi Kombinát a mai nap is felveszi a versenyt vegyipari, olajipari gyárakkal, létesítményekkel. Ez mind a biztonságos munkavégzés, hogyha vizsgáljuk, mind a tisztaságot és a rendet, a külső rendet, ha nézzük, ez igaz, ez a megállapítás. A hely szelleme nagyon sok jó képességű a vállalat területén szétszórva vezető, beosztott ti munkába dolgozó embert nevelt ki. A ma még olykor évtizedekig, akár a kezdetektől itt dolgozó emberek és maga az iparág is mindenképpen megérdemli, hogy a gyár szükségszerűvé váló bezárásakor mind a munkatársak, mind az üzem további sorsáról
humánus és célszerű döntés szülessen. A gyár dolgozói reményeim és ígéretem szerint el fognak helyezkedni a TVK-n belül. Itt elsősorban két szempont vezette a vállalatnak a vezetését, amikor erre a döntésre jutottunk közösen. Az egyik az az, hogy van egy nagyon jó képzett gárdánk, és egy olyan gárda, amelyik nagyon jó hangulatban tud egymással dolgozni. Őket mindenféleképpen érdemes megmenteni a társaság számára, és érdemes nekik egy olyan lehetőséget adni, amelyért ők megdolgoztak. Másik oldalról viszont az is látható, hogy a munkaerőpiac az elég kedvezőtlen a vegyipari cégek számára ma Magyarországon, nem túl népszerűek ezek a vállalkozások, és a kereslet és a kínálat gyakorlatilag így összeér, és ez adja ezt a lehetőséget, hogy fel tudtuk ajánlani a kollégáinknak, hogy egyéb más termelőüzemekben, elsősorban egyéb más termelőüzemekben biztosítunk számukra helyet. Én úgy gondolom, hogy az egy nagyon jó dolog, hogy a vállalat vezetése, valamint a humán előforrás felismerte azt, és tudja azt, hogy itt ebben a gyárban olyan szakmai értékek vannak, a dolgozóknak olyan nagy szakmai tapasztalatuk van, amit vétek lenne hagyni, kárba veszni. A előkészítés, a gyárnak a leállítása az a dolgozókkal egyeztetett módon, harmonikus körülmények közepette történt, illetve fog megtörténni. Büszkeségünk a Kispegy 37 éves múltjával emelt fővel vonul be az iparág történetébe. A kispolietilén gyár létesítésének a története beágyazódik abba a társadalmi, gazdasági fejlődésbe, ami annak idején a 1960-as évek elején a magyar társadalmat jellemezte. Megkezdődött a fogyasztói társadalom épülésének a folyamata. Ha mindig sikerült a célkitűzéseket teljesíteni. Hát világszínvonalnak mondták, de inkább európai színvonalnak, mert a világszínvonal az olyan legrosszabb, meg a legjobbnak az átlaga, az nem jó, tehát inkább a nyugat-európai színvonalat értük el. Azt hiszem, hogy az LDP egy, nem csak egy ipari műemlék most már, hanem egy szimbólum is a TVK életében. Ez volt az első polimerüzem, és a jelenlegi állapota, az ott uralkodó viszonyok, itt elsősorban az emberi viszonyokra gondolok, egyfajta példakép érzésében, hogy igenis oda kell figyelni, mindent állandóan figyelni kell, mert ez a technológia ezt megköveteli. Na most annak idején, amikor indult ez az üzem, a válogatás is úgy történt, hogy ha jól emlékszem, majdnem mindenkinek akkor 66-68-ban mindenkinek érettségie volt. Öreg tapasztalt művezetőket szedtek össze a gyár területéről, tehát olyan volt maga a csapat is, hogy válogatott emberek voltak. Én még szívesen eldolgoznak pár évig amúgy, mert olyan jó erőben érzem magam. Jöttem, láttam, győztem, azt lehetne mondani, ez egy nagyon jó mozdás, mert tényleg majdhogy nem velem indult, ugye, mert végül is egy éve korábban indult a gyár, hogy én idejöttem, és most a jelen pillanatban itt én vagyok a legrégebbi dolgozó, és sajnos a legidősebb is. Életművének érzi a Kispegyet? Hát a többünk életművének. Hogy éli meg azt, hogy megszűnik a... Hát úgy, mint a műdrágy gyárat is megszüntették. Hogyan éli meg? Hát úgy, mint az ember a halálát. Elmúlik. Ezt ki kéne hagyni.